Köszöntöm nézőinket! Önök a Dunaújváros Televízió Mozaik című közéleti magazinját látják. Húsvéti véradást szerveztek az MK-ban április 14-én délután. Az akció részeként ez alkalommal is számos önkéntes vállalta a csapolást. Továbbra is arra kérik a szakemberek a városlakókat, hogy aki megteheti, jöjjön el a meghirdetett eseményekre. A Vöröskereszt helyi szervezetének munkatársainak nagy örömére a húsvéti véradás alkalmával is számos érdeklődő látogatott el az MMK-ba. Az önkénteseket a tematikus véradásokkor már hagyománnyá váló apró ajándékokkal várták. A díszlet és a húsvét szelleme köré szervezett akció pedig érezhetően csökkentette az ilyenkor fellelhető enyhe feszültséget. A szervezet szakemberei ismét hangsúlyozták, fontos vért adni, hiszen ezzel nem csak saját magunkon, hanem másokon is segítünk. Mindenről Geiszné Erdély Júliával beszélgettünk. A legfontosabb az, hogy miért is fontos talán az, hogy vért adjon valaki. Annyit szoktam elmondani, hogy ez nem csak a véradónak jó, hanem nekünk is jó, mert csak gondoljunk bele, hogy az a levett vér, a meghatározott 56 napon túl lehet csak amúgy újra vért adni, ez idő alatt újra termeli önmagát, tehát megújulnak a sejtek, megújulunk, frissülünk, tehát ezért is nagyon jó. Tehát ezt nem győzöm mindig hangoztatni, hogy tényleg ezért fontos az, hogy vért adjunk. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének munkatársai, amikor csak lehetséges, egy adott tematika köré építik fel a véradásokat. Ezek az események általában rendkívül sikeresek. A halloweeni véradás sikere például máig beszéd téma a visszatérő önkéntesek körében. Geiszné Erdély Júlia hozzátette, szerencsére rendszeresen kapnak pozitív visszajelzéseket. Mindig megpróbálunk valamilyen esemény köré szervezni a véradást. Most jelen pillanatban, ugye a húsvét közelettével, és ez alkalommal is meg is szoktuk ajándékozni a véradóinkat egy apró ajándékkal, és ezzel is tényleg, ezzel a nagyon-nagyon szerény dologgal is megköszönni azt, hogy eljöttek vért adni. A visszajelzés az, hogy nagyon szeretik ezeket a véradókat, főleg itt az MMK-ban. Itt azért mindig van valamilyen kis apró kis meglepetés, aminek tényleg nagyon örülnek. És olyan kis helyes dolgokat szoktunk kapni itt az MMK igazgatónője által is, illetve a kolléganők is szoktak csinálni valamilyen nagyon kis apró ajándékot, és ennek tényleg nagyon nagy sikere van, és nagyon... Hát nem az, hogy hálásak, csak úgy örülnek neki a véradók, hogy azért mégiscsak valamilyen gesztust az önzetlen segítségnyújtásokért kapnak. Az ünnepkor is fontos, hogy gondoljunk az embertársainkra, hangsúlyozta Pukánszki Tímea. Lehet a véradás is az ünnepi készülődés része. Nem csupán barátainkat és családtagjainkat tudjuk megajándékozni, hanem meglephetjük azokat is, akik az ünnepet gyógyulásukra várva egészségügyi intézményben töltik. A véradók közt természetesen jelen volt Matyovszki Mátyás önkormányzati képviselő is, aki már hosszú évtizedek óta rendszeresen áll önkéntesnek. Én 85-ben a honvédségnél kezdtem el ezt a véradás sztorit, aztán később nagyon közeli ismerőseim, barátaimnak volt különböző okok miatt szüksége vérre, és akkor én is egy ilyen szervezője is lettem ilyenkor, és sokan el tudtunk menni közösen vért adni, és azóta egyébként a lehető legrendszeresebben járok. Egyrészt, ugye mint tudjuk, 3 embernek tudok segíteni egy véradással, és hát nagyon fontos, hogy ezzel egyébként magammal is nagyon jót teszek, tehát szeretem. Ráadásul itt ezek között, a lányok között mindig nagyon jó hangulat van, mindig az alkalomhoz illő valamit kitalálnak, tehát ez egy nagyon klassz dolog, amellett, hogy segítünk is az embereknek. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének munkatársai arra kérik a városlakókat, hogy amennyiben lehetőségük van rá, látogassanak el a településen és a környező helyszíneken szervezett véradásokra. Ezek pontos időpontjairól és helyszíneiről mind a szervezet hivatalos oldalán, mind pedig a Dunaújváros online-on tájékozódhatnak a leendő önkéntesek. A Waldorf közösség a Göllner Mária Waldorf pedagógiai alapítvány révén már a 2000-es évek eleje óta jelen van Dunaújvárosban. Először egy szülői kezdeményezés nyomán 2011-ben egy óvoda, majd 2015-ben egy általános iskola is létesült. A közösség jelenleg egy gimnázium alapításán dolgozik. A Waldorf oktatás hatalmas népszerűségnek örvend a dunaújvárosi és a környékbeli családok körében egyaránt.
A közösséggel és oktatással kapcsolatban Jónás Zsuzsannától, a Pentelei Waldorf Általános Iskola alapító pedagógusától megtudhattuk. A közösség a 2000-es évek eleje óta van jelen településünkön. Kezdetben a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány révén egy óvoda létesült Dunaújvárosban. 2000 elején néhány család játszótereken, aztán később a munkásművelődési központban találkozott egy kezdeményező anyuka, kíván saját gyermekének és a városban levő kisgyermekeknek óvodát alapítani, és így találkoztunk össze, és ennek a folyamatnak az egyik első lépése volt, hogy egy alapítványt hoztunk létre. Ennek a neve a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány, és ennek a célja az volt, hogy a gyermekek számára először óvodát, aztán később iskolát alapítson. És hosszú évek teltek el. A munkásművelődési központban kaptunk rendszeresen lehetőséget a találkozásainkra. Ott tartottunk a Waldorf óvodának megfelelő program szerint saját gyermekeinknek foglalkozásokat. Próbáltuk azt a ritmust tartani az ünnepök körhöz igazodva. Előadásokat szerveztünk, hogy a szülők megismerjék ezt a pedagógiát. Így jutottunk el Kamara Erdei Waldorf iskolába, ahol már akkor működött ez a Waldorf pedagógiai módszer, és onnan hívtunk tanárokat, és ott Szentkuti Márta volt az egyik osztálytanító, ő lett a mi alapító körünknek a mentora, így mondhatnánk. Ahogy cseperedtek a gyermekek, és egyre nagyobb igény mutatkozott a Waldorf pedagógián alapuló oktatás iránt, úgy egyre időszerűbbé vált az óvoda bővítése és egy általános iskola létrehozása is. Az iskolában jelenleg 7 évfolyam van. Az iskola ugyanis 2015-ben egyetlen osztállyal indult, és az volt a célunk, hogy évente fog bővülni az iskola egy-egy osztállyal, és ennek a folyamatnak ugye a 22-ben a végén, vagy nem a végén járunk, de ott, hogy már 7 osztály van. Ezek az alapító családok, akik valójában az óvodát is alapították, és az iskolát is tovább gondolják a gyermekeik útját a 13 év folyamos Waldorf iskolában. Mert Rudolf Steiner ezt az iskolát 13 év folyamra tervezte, egy teljes ívet így tudnak a gyerekek bejárni. A Waldorf közösség jelenleg azon munkálkodik, hogy egy gimnáziumot is létrehozhassanak Dunaújvárosban. Hamvas Emőke osztálytanító kiemelte, a Waldorf intézményekben az oktatás az iskoláktól eltérő módon kifejezetten az egyént és az egyéni készségeket helyezi előtérbe. A gyakorlati alapokon nyugvó, különféle élethelyzetekből és való életből kiemelt példákon nyugvó tanítás valós tudást biztosít az iskolások számára. Iskolánk, mint minden Waldorf iskola, a Waldorf pedagógia alapjain nyugszik. Rudolf Steiner több mint 100 évvel ezelőtt fektette le ennek a pedagógiának az alapjait, aminek az a fontos jellemzője, hogy a gyermek életkori sajátosságaiból indul ki, a gyermekben lévő kérdésekre keresi a választ, és ezért szokták mondani, hogy a szív, a kéz és a fej iskolája egy Waldorf iskola. Azért a fejé, mert gondolkodási műveletekben, gondolkodási folyamatokban visszük a gyerekeket. Azért a kéziskolája, mert nagyon sok olyan tevékenység van, amit a gyerekek megélhetnek a különböző évfolyamokon. Azért a szíviskolája, mert az érzelmi nevelés egy központi dolog a különböző művészeteken keresztül a Waldorf pedagógiában. Azt nézzük meg, hogy hány éves a gyermek. És azon belül milyen változásokon megy keresztül, milyen történetre van szüksége, mik azok a mesék, történetek, amik táplálják ezt a fejlődést, és például az sem véletlen, megint egy példát mondok, hogy 7. osztályban például kémián a tűz témából indulunk ki, mert egy 7. kamasz az érzéseiben él meg mindent, tombolnak benne a szenvedélyek, az érzések, kritikus a környezetével kapcsolatban. És azáltal, hogy a tűzzel foglalkozunk, tüzet rakunk, megnézzük, hogy az égésnek mik a jellemzői, ezáltal ő kívülről is megélheti azt, ami belül benne történik. Nagyon fontos, hogy ez egy közös akarat eredménye, az is, hogy az iskolánk létrejött,
szülői kezdeményezés az, ami elindítja egy-egy intézmény megalakulását. Nagyon sok minden kell ahhoz, hogy egy óvoda vagy egy iskola létrejöjjön, de ami a legeslegfontosabb, hogy legyen egy közös cél, egy közös vezérlő csillag, egy vezérkép, ami vezérli a szülőket, a pedagógusokat, a fenntartót, és ez az, ami összehozza a közösséget, és ez az, ami táplálja, ez a közös akarat. És ez az, ami egy nagyon fontos dolog lehet, amit a gyerekek láthatnak, tapasztalhatnak itt az iskolában és az óvodában. A kezdeményezés teljes mellszélességgel támogatta Barth Endre humánügyekért felelős alpolgármester is. Mint azt elmondta, a Waldorf intézményekben tanuló diákok szellemi és lelki táplálékkal egyaránt gazdagodnak. Én azt gondolom, hogy ha az egész Waldorf közösségről beszélünk, tudom azt mondani, hogy mindannyian érezzük azt, amikor a fizikai világunkból kicsit becsöppenünk egy olyan helyre, ahol a szellemi és a lelki táplálék is megtalálható és fontos. Nem egy olyan rendezvényen voltam már, az tényleg egészen a kicsiktől a nagyokig, ahogy itt már elhangzott, akár az egész ünnepi évkör került feldolgozása, vagy csak, tényleg csak elég a hétköznapba belecseppenni, az ember érzi azt, hogy itt valami jó dolog történik. Azt gondolom pont, hogy szükségünk van rá, nem ismerve a mai világnak a nehézségeit, ezért természetes volt, hogy amikor megkeresést kaptunk különböző dolgokkal, ugye a Waldorf iskolától, a Waldorf alapítványtól, akkor igyekeztünk önkormányzatilag mellé állni, és ezért is nagy öröm számunkra, hogy jövőre egy Waldorf gimnázium is elindul majd a városunkban. Ifjú apukaként én is azt látom, hogy mekkora szükség van rá, és ha itt kitekintünk, azért itt is például 3 templom is megtalálható. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül nagyon jól elfér egymás mellett az egész városban, hiszen a kereszténység is egy olyan dolog, amit ma már talán nagyon nehéz megfogni, és mégis, hogyha minél több fiatalt ezt kezd el foglalkoztatni, az önismereti út kezd el foglalkoztatni, akkor azt gondolom, hogy fel tudják majd venni az említett nehézségekkel mindenféle versenyt, és jó dolgot tudunk csinálni. Én erre nagyon büszke vagyok Dunaújvárosban, hogy ez megvalósul. A Waldorf gimnázium apropóján Barth Endre hangsúlyozta, egy jól működő, színvonalas, igazi élethelyzetekre felkészítő oktatási intézmény csak hasznára válhat mind a településnek, mind pedig a környékbelieknek. Az IRT Dunafer ZRT jövője szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a jó színvonalú szakember utánpótlás biztosítása. Éppen ezért duális képzésben résztvevő hallgatók ismerkedtek a VASMI működésével. A 3 fiatal előadásokon keresztül mutatta be a megszerzett tudást és tapasztalatokat. 2019-es összeállításunk következik. Nagyon köszönöm, hogy ilyen szép számba eljöttetek, és nagyon köszönöm a munkát, amit a diákokkal, hallgatókkal ti elvégeztetek. Dr. Móger Róbert, restrukturálási főosztályvezető köszöntötte a megjelenteket a duális képzésben résztvevő anyagmérnök hallgatók előadásán. 2018. szeptemberétől a Miskolci Egyetem 2 és a Dunaújvárosi Egyetem 1 tanulójának oktatása kezdődött meg a Dunaferben. Először Veszprémi Ramona prezentációját láthatta a közönség az acélban keletkező zárványokról. Én elsőnek Debrecen Egyetemre készültem matematika infótanárnak, de hát ez egy ilyen B-terv volt, illetve volt egy ismerősünk, akivel beszélgettem, és így megtetszett ez a kar. Szintén ezt az ismerősöm javasolta, és nem esett szóba csak a Dunafer, illetve az Ó amúgy Ózdon, hát azt egyből kizártuk, a szüleim is és én is, és így esett nyilván a választás a Dunaferre. Eddig 4 hónapot töltöttünk, itt januárban 1-et, illetve most 3-at. Májusban még a maradék laborokat befejeztünk, én személy szerint azt szerettem a legjobban, és hát igen, ugye ilyen gyárlátogatáson vettünk részt, bemutatták például a kokszulót, a kokszuló labor is tetszett, illetve a mechanikai labor az személy szerint kedvencem volt, úgyis itt az egyetemen tanultunk az anyagvizsgálatot, és ugyanúgy hát ilyen húzópróbákat végeztünk, és nekem az nőtt így a szívemhez. Kertész Barnabás szintén a Miskolci Egyetem hallgatója. Nem bánta meg, hogy az anyagmérnök szakot választotta, és a Dunafernél is pozitív tapasztalatokat szerzett. Rácz Tamással lakom, és a Miskolci Egyetemre járok duális anyagmérnök hallgatóként, és alapvetően nálam a Széchenyi iskolába jártam középiskolába, így
hozzánk jött a Móger Robert előadást tartani a duális képzésről, és akkor az osztályból voltunk, hogy hát ez egy jó poén, tehát akkor na, menjünk anyagmérnöknek. Azt nálam ebből komoly lett, többieknél meg nem lett belőle komoly, de én nem bántam meg, hogy ide jöttem. Alapvetően a vizsgaidőszakban vagyunk a vállalatnál. A vizsgaidőszakunk én az első két hétben ott a vizsgáinkat tesszük le, és utána jövünk ide, úgyhogy ez december utolsó hetében voltunk itt, meg januárban, és aztán május 20-ától mostanáig voltunk itt. Ebben az időintervallumban látogattuk a különböző létesítményeket. A feladatokat leginkább a laborokban végeztük, mert az egyetemi tanulmányokban tanultunk különböző kémiai ismereteket, amiket tudtunk, tehát a konkrét mérés, színvizsgálati méréseket végeztünk, vagy pedig, hogy amiről Ramona beszélt, különböző zárványvizsgálatokat végeztünk el. Az üzemekben ott főleg csak a technológiával ismerkedtünk, tehát hogy egyrészt miközben járt a gépsor, és miközben állt a gépsor, és szétszerelték, hogy a különböző alkatrészével és magával az egész működésével megismerkedtünk. De ott alapvetően nem végeztünk én egyéni feladatokat, az még a jövő zenéje. Ha szükséges a vevő igények kiszolgálására a eltávolítása, akkor a pálcoló sor tudja eltávolítani ezt róla. Kertész Barnabás az acélszalagok revésedéséről és a revétlenítés alapjairól tartott prezentációt. Ez egy elég régi technológia, már a középkorban is volt, amikor voltak a kovácsok, és a különböző magas minőségű kardokat állították elő, ott vízbe tették, és talán lekovácsolták, ott távolították a reveréteket, tehát ez a vízmátos technológia, amiről beszéltem, és alapvetően ezzel a felületét tisztítják meg, és ezzel egyre jobb minőségű acélt állítanak elő. Csak itt ipari mértékekben csinálják ezt, nem pedig egy-egy karddal. Kertész Barnabás témavezetője Felföldiné Kovács Ágnes szakértő volt, aki rendkívül elégedett a fiatalember munkához való hozzáállásával és az előadásával is. Teljesen rugalmasan álltunk ehhez a témához, volt úgy, hogy naponta egyeztettünk egy-egy órát, volt úgy, hogy 8 órában tudtunk foglalkozni a témával, az ő duális képzési programjához igazítva, és hát természetesen az én napi tevékenységem, munkámhoz igazítva. Többször voltunk gyárlatogatáson, helyszínen a meleghengerben, megnéztük gyakorlatban, hogy hogyan működik, és utána bizonyos elméleti alapokkal foglalkoztunk. Én azt gondolom, hogy a célját elérte, az alapokkal a Barna megismerkedett, kicsit látszott az izgalom, tehát nem volt teljesen pontos szakmailag minden, de én egy nagyon jó előadásnak tartom ezt, és sok mindent megtanult a Barna. Teljesen jól állt hozzá, megadva a kollégáknak bármely területen a tiszteletet, de nagyon segítőkész, nyitott volt, mindenre nyitott volt, nem zavarta az üzemi környezet, jártam vele olyan helyeken, ahova nem igen viszünk be csak ritkán kollégákat, például az egyes számú tolókemencének éppen az átépítése zajlott, így be tudtunk menni a kemencébe, úgyhogy bevittem és megmutattam neki belülről is a kemencét. Nagyon tetszett, nagyon nyitott volt, és nem mondta semmire sem azt, hogy nem. Én is úgy kerültem a vasműbe, és nagyon sokat köszönhettem a kollégáknak a folyamatos segítséggel. Kell a fiataloknak a gyakorlati tapasztalat ahhoz, hogy ők érdeklődjenek ezután a munka után, megszeressék, és utána ide jöjjenek dolgozni hozzánk. Folyamatosan szükség van erre. A rendhagyó, ugyanakkor hagyományteremtő rendezvény sikeresen lezajlott. A fiatalok számot adtak tudásukról, a Dunafer munkatársai pedig érdeklődéssel hallgatták a prezentációkat, kérdéseikkel, észrevételeikkel is bővítve az egyetemisták ismereteit. És köszönöm szépen a figyelmet! A következőkben az Ormos Intézet megbízásából készült összeállítást láthatják. Köszöntöm Önöket, stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója, szeretettel köszöntjük. Üdvözlök mindenkit! Nemrég beszéltünk a PRP kezelésről, hogy egy kicsit emlékeztessük a nézőket, arról volt szó, hogy ugye úgy lehet az ízületi
porckopásos betegségeket kezelni, hogy az adott ember vérlemezkéjét visszajuttatjuk magába a sérült porcba. Ezt most megtanultam. De ennek, ha jól tudom, van egy továbbfejlesztett változata is. Mikor érdemes a PRP plusz kezeléseket alkalmazni? Így van. Alapvetően ugye, hogyha az ember elképzel egy ilyen porckopást, akkor az... Képzeljünk el egy porckopást. Nem arról szól, hogy az illetőnek elfogyott a porcboríték a csontokról. Nyilván, amikor előrefele halad ez a dolog, és már egy későbbi stádiumban találkozunk vele, akkor ezt is észleljük, hogy igen, hogy ott már nem nagyon van porc, de amíg ez alakul, addig nem a porc fogy el, hanem ha ránéz az ember, akkor nagyjából egy ilyen szőnyegbombázott felszínt lát. Berepedésekkel, kráterekkel, mindennel. Ez most a porcunk. A normálisan, hogyha megnézi az ember, hogy milyen az izületi belfelszín, akkor ezt látja, ezt a képet, hogy ugye szép sima, szép tükröző, nincsen rajta se bemélyedés, se kiemelkedés. Ez a tökéletes. Most ebben, hogyha elkezdenék mondjuk beleszúrkodni valamit, és kis krátereket képeznék rajta, meg berepedéseket az izületi felszínen, akkor látnánk azt a képet, ami az előfutára annak, hogy a porc felszín gyakorlatilag meg fog semmisülni idővel. Ezeket a krátereket, ezeket a berepedéseket, ezeket tudjuk ezzel a PRP kezeléssel, mint mondjuk hogyha egy felszabdott aszfaltot mondjuk kátyúznának, mi pontosan ugyanezt tudjuk csinálni az izületi porc felszínnel. Azokat a krátereket, berepedéseket, sebeket, amik végül is feltördelik a porc felszínt, illetve a fájdalmat okozzák, ezeket ez az eljárása meg lehet gyógyítani. Igen, mert a szervezet öngyógyító folyamatát indítja be az, hogy a vérlemezkét oda injekciózzák, ahol a probléma van. Így van. Na most, hogyha ez egy kicsit előre haladottabb, akkor már nem csak arról szól, hogy a porc felszín az tényleg sebes, és már vékonyodik is, hanem arról is szól, hogy az izületnek a kenését biztosító izületi nedv mennyisége lecsökken. Most, hogyha a kettőt összevegyíti az ember, tehát vesz egy elforgácsolódó félben lévő porc felszín, és azt még száraz környezetbe is helyezi, akkor kész a katasztrófa. Tehát akkor nem mozog, akkor már nagyjából a bejáródás, ami az elején még ennek a problémakörnek jellemző volt, az teljesen megszűnik. Nincs meg a kenőanyag, és tovább súrlódik pontosan, az egész felület. Pontosan, és öngerjesztő folyamatként ez egyre több és több izületi sérülést fog tudni kialakítani. Nyilván hozzá fognak jönni olyan egyéni dolgok, hogy néz ki az illetőnek, a csípőről beszélünk, milyen hosszú a comnyakja, hogy helyezkedik el a comnyakon a combfej, a különféle kinövések, dudorok azok hol helyezkednek, még ehhez képest mennyire ütközik az adott ízület, az adott porcboríték, az adott porcos kinövés a combcsonttal. Hát ezek olyan dolgok, amiket figyelembe kell venni. Ugye a PRP kezelés az a szervezet a porc öngyógyító folyamatait hivatott beindítani. Miben más a PRP plusz? A PRP plusz kezelés az annyit tesz hozzá, hogy amikor ezeknek a sérült izületeknek az izületi kenése is oda van, tehát már nem termelődik elég izületi folyadék, akkor mi az öngyógyító fehérjék mellé még adunk egy kenőanyagot is, ami ezt a száraz izületi mozgást, ezt a kenetlenséget ezt oldja meg. Tehát egyszerre tudjuk beindítani a sebgyógyulást, meg egyszerre adunk egy kenést, hova tovább az anyag, amit kenésnek beadunk, az egyébként a sebgyógyításban is nagyon hangsúlyos szerepet visz. Tehát itt nagyon-nagyon sok legyet ütünk már egy csapásra. Tehát fogjuk, beindítjuk ezt az egész folyamatot, és adunk neki egy plusz löketet a PRP pluszba belehelyezett kenőanyaggal. Mindezt egyetlen egy szúrással? Mindezt egyetlen egy injekcióban, így van. Igen. Tehát nem kell külön háromszor a kenőanyagot beadni, nem, külön az öngyógyító folyamatokat beindítani, hanem ez mind egyben egy kis koktél keretében. A kenőanyagot, amit ilyenkor alkalmazunk, azt egyszer adjuk, összevegyítve a PRP oldattal, tehát ez egy szúrásból megvan, a beteg igazándiból nem vesz észre ebből semmi más. Tehát az, hogy az injekcióban mi van, az egy dolog. Tehát nem kell kétszer szúrni, nem okozunk neki kétszer problémát, attól még a vérlemezke injekciót, a sima vérlemezke injekciót azt szoktuk tudni ismételni ezek után is, de a kenőanyagot már nem kell hozzá ismételni, ez benne marad nagyon hosszú időn keresztül az izületi résbe, és a vérlemezkékből kiszabaduló növekedési faktorok, a gyógyulásban résztvevő növekedési faktorok, azok ezzel együtt folyamatosan tudnak hatni. Mind múlik az, hogy valakinek a sima PRP kezelésre van szüksége, vagy már a PRP pluszra? Hát ez nagyjából a kopásnak a mértékétől függ, és az izületnek az egyéb viszonyaitól. Tehát ezt kopás akkor tudjuk... azért kialakulhat attól is, hogy nincs elegendő folyadék, tehát hogy a PRP plusz az inkább javallott, nem? A kettő az együtt jár, így van, tehát hogyha valakinek a porc felszíne, a porcborítéka elkezd elfogyni, akkor onnantól kezdve ez magával vonza azt is, hogy az izületnek a kenése romlik idővel. Általában személyre szabottan szoktuk eldönteni azt, hogy kinek jobb inkább a PRP plusz, meg kinek lehet csak az alap PRP-t adni, és az is hatékony lesz. Ez általában tényleg személyre szabottan egyénileg dőle.
És akkor ilyenkor jönnek a mankó eldobó történetek. Igen, gyakorlatilag ezt nagyon szeretjük, igen, hogy hát volt olyan páciens, aki sielni ment két nap múlva. Annyira rossz volt a térde, hogy... Sielni ment két nap múlva. Igen, azt mondtuk neki, hogy ne nagyon csinálja, mert nem szeretnénk, 48 órát azért hagyjon ki, de ő azt mondta, hogy nem ül, lecsúszik a lejtőn, és le is csúszott a lejtőn. Lecsúszott a lejtőn, de igen. Ezt nem átvitt értelemben értem. Nem, természetesen a sírécre kötve csúszott a lejtőn. Tehát akkor nem kell megvárni, hogy eljussunk odáig, hogy már csak a protézis segíthet, még előtte van egy megoldás. Ez a protézis felé vezető útnak a megszakítása tulajdonképpen. Tehát azt szoktuk mondani, hogy egy későbbi protézis beültetésnek az alternatívája tud lenni. Már egészen előre haladott állapotokban is segítséget nyújthat? Addig érdemes ezt próbálni, amíg még van porc felszín, amit tudunk regenerálni. Tehát hogyha nagyon előre haladott a kopás, hármas stádium, vagy pláne négyes stádium, ahol már tényleg azt látjuk, hogy csont-csonton forog, semmiféle porcbetétje nincs az izületnek, ott már általában azt szoktuk mondani, hogy nem, itt már sajnos a protézis segít. Na de hát ez nem úgy zajlik, hogy kedden lefekszem egészséges ízületekkel, majd szerdán fölkelek porc nélkül. Ez általában úgy szokott történni, hogy az ember a fejét beledugja a homokba, és éveken keresztül bejáródik, még nem lesz baj, kicsit dörzsödődik, még nem lesz baj, aztán utána előbb-utóbb csak eljut oda, hogy már más megoldás nincsen. Az elején kell elkezdeni gondolkodni. Minél korábban vetjük be ezt a kezelést, a hosszú távú hatásai annál jobbak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat újra megtekinthetik a közösségi oldalainkon. Kövessenek bennünket az Instagramon is. Viszontlátásra!